35 megyebeli csapat vágott neki az 5. Nyíregyházi kupa küzdelmeinek. A hadcsarnokban lejátszott első kört követően 24-en maradtak, majd egy újabb forduló után 8 gárda lépett tovább. Az alacsonyabb osztályú együttesek között népszerű felkészülési torna döntőjének a nyíregyházi Filó foci csarnok adott otthont. Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal sem lehetett panasz sem a játékra, sem a hangulatra. Elég sokan vannak ezen a teremdöntőn, minden csapattal jöttek szurkolók, jó hangulatot teremtenek. Azt hiszem, hogy akik évek óta neveznek, azért ott nagy népszerűségnek örven, és ha belegondolunk, hogy majdnem minden negyedik csapat nevez a megyéből, sőt, ugye a megye egyeseket annyira ez a kispályás felkészülés annyira nem mozgatja meg, inkább ők ugye a nagypályás műfűesre neveznek, de minden harmadik csapat nevez a megyéből, ha megye 2, megye 3-at nézzük, akkor azt kell mondanom, hogy elég népszerű, és hát szeretnek futballozni, a nagypályások is szeretnek kispályán játszani, mellette is kispályáznak, nagyon sok kispályás menő játékos található itt meglepetésre, vagy annyira nem is meglepetésre, egy megye 3-as csapat a napkor is bejutott, sőt, a nap első mérkőzésén nagy meglepetésre megverte az Apagyot, úgyhogy én azt hiszem, hogy nagy népszerűségnek örvend ez a teremfoci. Madalina György tavaly a Rakamasz csapatával törte meg a Nyír Gyula győzelmi sorozatát, idén pedig az Ibrány edzőjeként volt ott a döntőben. A szakember szerint a kispályás meccsek is segítséget nyújtanak abban, hogy megfelelően felkészüljenek a nagypályás szezonra. Mindenféleképpen jó szolgálja, mert a versenyszellemet ilyenkor földobja. Azt a monoton melót, amit végzünk hétközben, szerencsére az időjárás jó, úgyhogy elég komolyabb munkát is tudunk végezni. Annyi zavar van csupán csak, hogy tegnap is játszottunk a nagypályás tornán, és úgy látom, hogy egy kicsit azért megfogott bennünket, fáradtabban mozgunk, mint kellene, de hát ennek az ideje van. A torna döntőjébe végül az Ibrány és a Nyír Gyulai jutott be. Az ibrányiak 1-1-es rendes játékidő után 7 méteresekkel 4-2-re legyőzték ellenfelüket. A harmadik helyen az Újfehértó, a negyediken pedig a Tiszavasvári végzett. A torna gólkirálya, a Nyír Gyulai Fekete Gábor lett a legjobb kapusnak, a Tiszavasvárit erősítő Tóth Norbertet, a legjobb játékosnak pedig az ibrányi Kis Tamást választották meg a szakemberek.